Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. július 3-án este 7 órától. Kezdünk! Közlekedésfejlesztés, helyszíni bejárás a Belső körút és László utca csomópontjánál. Semmelweis nap, ünnep az egészségügyben. Nyári egyetem, külföldi hallgatók Nyíregyházán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Április közepén kezdődött a Belső körút és László utca csomópontjában a jelzőlámpás forgalom szabályozás kialakítása. A munkálatok a tervezett ütemben zajlanak. Hétfő délelőtt dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a kivitelezőkkel és a konzorciumi partnerekkel tartott helyszíni bejárást a csomópontnál. Nyíregyháza megyeljogú város önkormányzata bruttó 821 millió forint 100%-os visszanemtérítendő támogatást nyert a kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén második ütem című pályázat megvalósítására, mely a fenntartható városi közlekedés fejlesztés című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Alaptárs finanszírozásában valósul meg. A Belső körút és László utca csomópontjában jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítása zajlik. Itt tartott helyszíni bejárás dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a kivitelezőkkel és a konzorciumi partnerekkel. Itt állunk a Belső körút László utca csomópontnál, ami a 10 éve megkezdett nagy közlekedési csomópont fejlesztésünk újabb állomása. Emlékeztetőül, mert már sokan elfelejthetjük, hogy 10 évvel ezelőtt a Szarvas utcán kezdtük ugye a Szarvas-Aranyjárt körforgalom építéssel. Itt pedig egy közlekedési lámpás forgalom szabályozású csomópont átépítés lesz. Láthatjuk, hogy többletsávok is épülnek, azért, hogy a nagykörútra felkanyarodás biztosítva legyen, a másik oldalról a bújtosító felé. Április közepén kezdődött a Belső körút és László utca csomópontban a jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítása. A Belső körútra a Nagykörútról jobbra be és jobbra kikanyarodás lehetősége tervezett méretezett többletforgalmi sávok kialakításával, a gyalogosok biztonságos átvezetése, meglévő gyalog és kerékpárúthoz történő akadálymentes kapcsolat biztosítása, a járdák és kerékpáros létesítmények akadálymentesítése, valamint a csomópontokon történő átvezetése. Gondolunk a gyalogosok biztonságos átvezetésre és a kerékpárút átvezetésére is. Tehát mondhatni, hogy eléggé komplex fejlesztés ez is, de jól állunk, 50%-os a készültség, és beszélve a kivitelezőkkel azt tudom mondani, hogy kedves nyíregyháziak, már csak heteink vannak, hogy birtokba vegyük ezt a biztonságos, a közlekedés folyamatosságát nagyban segíti új csomópontot, ha minden jól megy, augusztus második hetében ez megtörténik. A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza megyeljogú város önkormányzatának az a célja, hogy olyan a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU 2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra fejlesztési stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak teljesüléséhez. A Belső körút és László utca csomópont kivitelezése várhatóan 2023. augusztusában fejeződik be. A közlekedési komfortérzet javításán dolgoznak Nyíregyházán a Nyírségvíz ZRT és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel együttműködve.
A város vezetése együttműködve az érintett közműszolgáltatókkal előzetesen felmérette a közműfedlapok állapotát Nyíregyháza azon bevezető útjain, melyekben közműhálózat található. A július elejétől augusztus végéig tartó munka egy több évre tervezett felújítási program első üteme, és nem érinti a város összes közműfedlapját. Az említett nyári két hónapban a Nyírségvíz ZRT és a Nyír-VV Nonprofit Kft. A Magyar Közút Nonprofit ZRT szakembereivel együttműködve az orosi, kállói, debreceni, sóstói, tokai utak, valamint a Nagykörút fedlapjain elvégzi a hibás, sérült fedlapok helyreállítását, szükség szerinti cseréjét annak érdekében, hogy a városlakók közlekedési komfortérzete javuljon. A szakemberek megtervezték a javítások cserék ütemezését és a szükséges forgalom technikai korlátozások műszaki tartalmát, melynek értelmében a munkák a Sóstúi út városi szakaszán július 3-án kezdődtek. A további tervezett munkálatok július-augusztus során folyamatosan zajlanak, és várhatóan augusztus 20-áig befejeződnek. A munkálatok tervezett időbeni megvalósulása heti bontásban a Nyírségvíz honlapján található. A munkák forgalomkorlátozásokkal járnak, ezért kérjük, közlekedjenek figyelmesen az érintett szakaszokon, vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési táblák utasításait. Hagyományosan Semmelweis Ignác születésnapja táján rendezik az egészségügyi dolgozók ünnepét. A Vármegyeházán zajlott pénteki eseményen a köszöntők után éppen 30 kitüntetést, adjunktusi és főorvosi kinevezéseket adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház gyógyítóinak. A Vármegyei Oktatókórház főigazgatója szerint a világ legszebb hivatása orvosnak, ápolónak, gyógyítónak lenni. Orvosokat, egészségügyi dolgozókat tüntettek ki áldozatos munkájuk elismeréseként, illetve adjunktusi és főorvosi kinevezéseket adtak át a Vármegyeházán rendezett péntek délutáni Semmelweis napi ünnepségen. Ez egy nagy elkölcselismerés és egy felelősség. Amikor egy szakorvosból egy adjunktussá válik valaki, vagy egy főorvossá, az egy erkölcselismerés, de ugyanakkor mindig elmondom a kollégáknak, ez egy nagy felelősség is, mert még nagyobb felelősség hárul rájuk, még magasabb kompetenciákkal rendelkeznek, döntési kompetenciákkal ezt követően, és nyilván a fiatalok, a szakorvosok, azok felnéznek rájuk, és várják a segítségüket, adott esetben az iránymutatásokat. És a menedzsment pedig nyilvános a főorvosi karra, az osztályvezetőkre, de nem csak, hanem a főorvosokra támaszkodik a mindennapi munka során. Életmentő műtétek, egynapos sebészet és azok az élőadásban bemutatott, általában onkológiai beavatkozások, melyet az orvostársadalom okulására közvetítettek Nyíregyházáról, mind a sebész főorvos kitüntetését dokumentálja. Nagyon boldog vagyok, hogy sebészként dolgozhatom. Azt gondolom, én nagyon jó helyen dolgozom itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházban. Nekem hál' Istennek megaradott az, hogy ha újra kezdhetném az életem, akkor ismét sebész szeretnék lenni. És hát annak meg külön örülök, hogy az elmúlt 10-12 évben, amit Nyíregyházán dolgoztam, folyamatosan sikerült olyan szakmai előrelépéseket tenni, amellyel elsősorban a daganatos betegek, amellett az egynapos sebészeti betegek és a haladó korszerű sebészeti eljárások terén meg tudtuk ezt itt honosítani. Közel sem lehet megállni, hiszen van még egy kis energia, és a szakma is folyamatosan fejlődik. Abban bíznak, hogy a menedzsment támogatásával erősödik az osztály. A vármegyei sebészeti várólistákat igyekeznek minél rövidebbre húzni azzal, hogy kimaxolják a műtők, a műszerek és a sebészek kapacitását. 1990-től tanít a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán a gyermekosztály vezető főorvosa. Eljött a köszönet és a hála ideje. Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és büszke vagyok arra, hogy ezen az egyetemen taníthatok, mert a kórházi munka mellett számomra ez legalább ugyanolyan fontos, időnként még fontosabb, mint maga a kórházi munka, mert egészségügyi dolgozókat kell képeznünk, orvosokat, ápolókat, mentősöket, szülésznőket, diplomás ápolónőket, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon szorosan összefügg a gyógyító és az oktató munka, és az elvárható egy oktatókórházban, hogy az osztályvezető főorvos a hetente megújuló szakmai információkat megossza ne csak a kollégáival, de a hallgatókkal is.
Július 1-e Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapja, a magyar egészségügyi dolgozók napja. Munkaszüneti nap, a közösség tiszteletének a napja, kezdte köszöntőjét dr. Erdélyi Ágnes. Az egészségügyben dolgozók a munkafolyamatok széles palettáját ölelik fel, gyógyítók, kutatók, ápolók, mentősök, de a közvetlen betegellátásban dolgozókon kívül fontos tagjai a csapatnak a háttérben dolgozók is. Nélkülük nem lenne eszköze a sebésznek a műtétekhez, a betegek nem kapnának élelmet, nem lenne tiszta lepedő a kórházi ágyakon, és az aszepszis a leggondosabb kézfertőtlenítés mellett sem valósulhatna meg, ha nem lennének takarítók, akik a tisztaságról gondoskodnak. Egy rövid időre a munka átadja a helyét az ünneplésnek. Az ünnepi percek az öröm percei. Kicsit eltávolodunk a nehézségektől, a napi problémáktól. Felidézhetjük a kedves, felemelő pillanatokat, sikereket. A gyógyuló beteg mosolyát, az enyhülő fájdalom után jelentkező megnyugvást, a munka feszültségének csökkenését, sikerült, most már minden rendben lesz. Az ünnepség résztvevője volt Szondi Zita, az egykori nyíregyházi kórházvezető, ma az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató helyettese, aki a szakmai igényesség mellett a kihívásokról, a változásokban rejlő fejlődési lehetőségekről, de a mesterséges intelligencia megjelenéséről, hasznáról is beszélt. A házigazdák nevében szólt a vármegyei önkormányzat alelnöke. Baracsi Endre egyebek mellett egy márai idézetet hozott, mely szerint az életnek értelmet a szolgálat adhat. Egészségügyi intézmény fenntartójaként és betegként is köszönetet mondott a kórház dolgozóinak Nyíregyháza alpolgármestere. Jászai Menyhért szólt mindazokhoz, akik a betegágy mellett a rendelőkben és műtőkben, vagy a kutató laboratóriumokban végzik áldozatos munkájukat. Hozzátette, a nyíregyházi vállalatok, vállalkozások gyakran adományoznak a kórház osztályai, betegei javára az összefogás szellemében. A Nyíregyházi Egyetem idén első alkalommal szervezett nyári egyetemet. A két héten át tartó nemzetközi programsorozat célja többek között az intézmény népszerűsítése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, a magyar nyelv elsajátítása, valamint a helyi kultúra és értékek bemutatása. Az Ausztriából, Törökországból, Romániából, Horvátországból és Oroszországból érkező diákok mellé bekapcsolódnak a már itt tanuló angolai, Maldív-szigeteki és ukrajnai hallgatók is. A Nyíregyházi Egyetem már évek óta jelen van a nemzetközi felsőoktatás világában. Számos országból érkeznek hallgatók az intézménybe, ahol magyar vagy angol nyelven tanulnak a meghirdetett szakokon. Idén első alkalommal pedig nyári egyetemet is szerveztek a külföldi diákok számára. A két héten át tartó nemzetközi programsorozat célja többek között a Nyíregyházi Egyetem népszerűsítése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, a magyar nyelv elsajátítása, valamint a helyi kultúra és értékek bemutatása. A nyári egyetem, ami első alkalommal kerül megrendezésre az egyetemen, de nem az utolsó, ezt kifejezetten hangoztattam is, hogy ez a kampusz alkalmas, igen nagy lélegzetű rendezvényeknek a megtartására is. Gyakorlatot szerzünk, tapasztalatokat begyűjtjük, és tovább fogjuk folytatni. Szeretnénk, ha ezen a nyári egyetemen azt a tudást, azt a tapasztalatot hasznosítani tudnánk, amit már a nemzetközi hallgatók oktatásába, képzésébe bevontunk. Szeretnénk azt, hogyha elvinnék jó hírét a Nyíregyházi Egyetemnek és Nyíregyháza város. Kértem a hallgatókat, akik részesei ennek a nyári egyetemnek, hogy használják, ismerjék meg minden zegét, zugát a Nyíregyházi Egyetemnek, ennek a gyönyörű kampusznak, használhatják a sport infrastruktúrát és minden egyéb szórakozási lehetőséget is biztosítunk számukra. Ismerjék meg a kultúránkat, ismerjék meg az egyetemi szokásokat. Igaz, hogy most nincsenek hallgatók, de akkor is át tudjuk nekik adni azt, hogy hogyan élnek itt a nyíregyházi egyetemisták, és bízunk benne, hogy őket is köszönhetjük majd a nyíregyházi egyetemisták körében, vagy Nyíregyházán családdal turistaként. A nyári egyetemnek a lényege az lenne, hogy megmutatjuk a magyar kultúrának a szépségét és mélységét a délelőtti időszakba, egy viszonylag feszes nyelvtanulási lecke vár a hallgatókra,
eltérő szinten van olyan a érkezett hallgatóink között, aki elemi magyar nyelvi ismeretekkel rendelkezik, természetesen egy magasabb szintű akadémiai nyelvtudás ettől nagyon távol áll, de igyekszünk a képességeiket fejleszteni. A nyelvtanulás mellett természetesen számos kiegészítő program is várja a nyári egyetem hallgatóit. A délutáni időszakokban a város és a térség kulturális, sport és rekreációs világával ismerkedhetnek meg a külföldi tanulók. Az Ausztriából, Törökországból, Romániából, Horvátországból és Oroszországból érkező diákok mellé bekapcsolódnak a már itt tanuló angolai, Maldív-szigeteki és ukrajnai hallgatók is. Horvátországból érkezett a nyári egyetemre Simon Kovács, aki a hétfő délelőtti megnyitó eseményen elmesélte, hogy többször járt már hazánkban turistaként, most pedig egyetemistaként tért vissza. Szeretnék pici javítani a magyarulom, mert teljesen magyarul tanulok pár éve óta, de nem rendesen, mert sajnálom, a Zágrában nincs sok lehetőség magyarul tanulni. Teljesen van egy magyar kultúrkör, és ott vagyok egy tagdiát, és teljesen nekem nagyon tetszik nem csak Magyarországon is magyar kultúrát, hanem a nyelvet is, mert ez pici egzotikus, úgyhogy. És úgyhogy eddig nekem minden tetszik itt, mert nagyon a szerződést és az órarendek is, szállást, minden más nagyon helyes, nagyon tiszta, nagyon rendes, és teljesen eddig nem láttam a sok jó ötleti, sok jó lehetőség itt Magyarországon. A Tempusz közalapítvány támogatásával létrejött képzésen 15-en vesznek részt két kurzusban, haladó és középhaladó szinten. A hétfő délelőtti eseményen elhangzott, a tervek szerint első, de nem utolsó alkalommal szerveznek nyári egyetemet Nyíregyházán. Földes László, vagyis Hubó lépett fel a napokban Nyíregyházán. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Vasárnap hajnalban a 38-as számú főútvonalon a nyugati elkerülő úti körforgalomban egy haszongépjármű átszakította a korlátot és az árokban állt meg. A gépjármű vezetőjét a mentők kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az M3-as autópálya Nyíregyházához közeli szakaszán egy személyautó előbb a jobb oldali, majd a baloldali szalagkorlátnak ütközött. A jármű vezetője és utasa is megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították. Vasárnap az erős szél a Bátori utcán egy kőrisfát hasított ketté, a katasztrófa védelem a tűzoltók segítségével újra szabaddá tették a közlekedés számára az utcát. Kemecse belterületén egy egyenesen haladó személyautónak ütközött egy kis haszongépjármű, a balesetben egy személy megsérült, őt kórházba szállították. Földes László, vagyis Hubó lépett fel a napokban Nyíregyházán. A 10. színházi olimpia keretein belül játszott a közönségnek a Szinbád udvarán. Az énekes Kis Zoltán kísérte gitáron. Indulnod kell, haver, indulnod kell. Nyíregyháza volt az utolsó állomása a Hobó az utcán koncertsorozatnak. Földes László Hobót Kis Zoltán kísérte gitáron a fellépések alkalmával. A többi városhoz hasonlóan a Nyírségben is nagy volt az érdeklődés. Régi barátok, ismerős arcok és rajongók tucatjai töltötték meg a Szinbád udvarát. Hobó legutóbbi előadó estjét dolgozta át mindössze 3 nap alatt, hogy részt vegyen a 10. színházi olimpián. Ezt játszunk, aminek szintén van egy keretjátéka. Egy ilyen laza keretjáték, de az nagyon fontos, szövegek vannak a dalokhoz kapcsolva, és ezek kötődnek is hozzá, meg egy kicsit bemutatják ezt az utat, amit én a 60-as évek vége óta bejártam. Kiderül, hogy kettesen volt magatartásból, vagy hogy én voltam a szocialista pedagógia csődje, és én egyéb apróságok. Látsz ott fenn, és látsz lenn. Lesz itt fenn, haver, vagy lesz lenn. A színházi világban jobban befogadtak engem, mint a zenei világban. Pedig én, hát azon kívül, hogy jó, mondjuk van egy ilyen átfedés, hogy verseket mondok, és az már elég régóta meg sokat, de igazából már nekem ez is egy, én sehova nem tartozom, semmilyen brancsba, vagy politikai, vagy nem tudom én milyen frakcióban nem tartozom, és hogy itt befogadtak, és azt csinálom, amit akarok.
ha nem csinálhatnám, azt már nem lennék ott, tehát nem cenzúráznak. Ez egy óriási dolog, mert nagyon kemény dolgok is vannak az előadásaimon. Több színdarabot, meg monodrámát is írtam, hogy néha a hatalommal nem bánok valami kíméletesen, és ez évtizedek óta így van. Na most, ami a színházi olimpiát illeti, hát az meg én úgy gondolom, hogy az, hogy ebben az országban ez megtörténik, hát az meg hihetetlen. Szóval most lesz itt atlétikai világbajnokság, meg nagy sportesemények, meg volt az úszó világbajnokság, hát ez óriási dolog, hogy ezekben a morálisan rohadó és gyűlölködő világban van olyan eseményeket lehet megtartani, mindegy, hogy most sportesemény vagy színházi olimpia, de hogy mi összehoz az embereket, ráadásul a színházi olimpia, az ott olyan országok képviselői találkoztak egymással, akik esetleg politikailag nem állnak szóba. Az a célunk, hogy kulturálisan megmaradjunk, Hobó szerint ezt is segíti a színházi olimpia. A közönség nagyon várná tőle újabb és újabb költők műveinek megzenésítését, ezt egyelőre nem tervezi, de egy dolog azért foglalkoztatja. A helység kalapácsából a szemérmetes Erzsók az nagyon jól állna nekem. Csillagok, megvakulok, mellettem elsuhan az idő, angyalok bújnak elő. A 63,5 kg-ban szereplő Kovács Richárd bronzérmet nyert pénteken az Európa Játékok Novitárban zajló ökölvívó tornáján. A nyíregyházi öklöző nagyszerű teljesítménye jutott el a legjobb négyig a versenyen. Előbb a litván, majd az örmény ökölvívót verte maga biztosan, szerdán pedig a szerb ellen pontozásos sikerrel szerezte meg az ötkarikás indulás jogát. Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Nyíregyháza Spartacus. A csapat 2-0-ra nyert a Sényő ellen. Első felkészülési mérkőzését játszotta a Nyíregyháza Spartacus, az ellenfél a Sényű Carnifex volt. A mieinknél volt néhány próbajátékos is. Jól kezdett a spari, Nagy Barna a harmadik percben egy szöglet után a felső lécet találta el. A nyolcadik percben Herjecki ugratta ki Kovács Rétit, aki a kapus mellett is eltolta a labdát, de a gólvonalról mentettek a sényűiek. 3 perccel később Kovács Réti 16 méterről végezhetett el szabadrugást, a kapufát találta el. Herjecki nagyon aktív volt, lövését Gyagyi védte bravúrral, a kipattanót cselődte fölé. A másik oldalon egy szabadrugás után Úr fejállt kapura, de mentettek a mieink. Tamás Oliver fejét találta el az egyik sínyűi játékos, a spari labdarúgóját kórházba szállították kivizsgálásra. A 42. percben Nagy Barna indította a Herjecki Kristófot, aki egy csal után a hosszúba lőtt. A frissen igazolt játékos első nyíregyházi góljára nem kellett sokat várni. A második félidőben egy újabb sérülés miatt részben 10 emberrel játszott a spari, de így is Gresó került helyzetbe, ám ő is a kapufát találta el. A 88. percben Olá Benjamin harcolt ki büntetőt, melyet Hamed Jasin értékesített, így 2-0-ra győzött a Nyíregyháza Spartacus. Keményen dolgoztunk az elmúlt 8 napban, kicsit ezért fáradta volt a társaság, de a hozzáállással nem láttam kivetnivalót. Nyilván láttam a hibákat, láttam azt, hogy mi az, ami még javítani kell. Erőlétileg is mindenféleképpen szeretném, hogyha fejlődne a társaság intenzitásban, játékminőségben, szóval szerintem majdnem minden részben előre kell lépnünk. De van még időnk, ez volt az első edzőmérkőzés, de összességében azt látom, hogy a srácok vevők a munkára, szeretnének javítani, és szeretnénk a következő szezonba ugye úgy belemenni, ezért keményen dolgozunk, hogy sikeresek tudjunk lenni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Április közepén kezdődött a belső körút és László utca csomópontjában a jelzőlámpás forgalom szabályozás kialakítása. A munkálatok a tervezett ütemben zajlanak, hétfő délelőtt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a kivitelezőkkel és a konzorciumi partnerekkel tartott helyszíni bejárást a csomópontnál. Hagyományosan Semmelweis Ignác születésnapja táján rendezik az egészségügyi dolgozók ünnepét. A Vármegyeházán zajlott pénteki eseményen a köszöntők után éppen 30 kitüntetést, adjunktusi és főorvosi kinevezéseket adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház gyógyítóinak.
A Nyíregyházi Egyetem idén első alkalommal szervezett nyári egyetemet. A két héten át tartó nemzetközi programsorozat célja többek között az intézmény népszerűsítése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, a magyar nyelv elsajátítása, valamint a helyi kultúra és értékek bemutatása. Az Ausztriából, Törökországból, Romániából, Horvátországból és Oroszországból érkező diákok mellé bekapcsolódnak a már itt tanuló angolai, Maldív-szigeteki és ukrajnai hallgatók is. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!